múzeumokban, levéltárakban, könyvtárakban, a szociális területen dolgozók, akik jóval kevesebbet keresnek, és ők is megérdemelnék ezt. A közalkalmazottak többségét is érinteni a győri baloldal egyik programpontja az úgynevezett győri bérelem bevezetése. Azok kapnának bérkiegészítést az önkormányzattól, akiknek a nettó fizetése nem éri el a 100 ezer forintot. A baloldal a vásárcsarnok felújítását is kezdeményezi, a környék parkolási gondjainak megoldásával együtt. Felújítani a korszínvonalának megfelelő közlekedőkre bővíteni ezt az egész csarnokot, akár befedni a ma még fedetlen udvart. Ezek az elképzelések vannak. A szakemberek, hogyha most ezt elkezdik kidolgozni, meglátjuk, hogy ezek milyen lehetőséget nyitnak, és természetesen nem lehet elfeledkezni arról, hogy szükség lenne itt egy parkolás segítő, akár parkolóházról is, ami azért érdekes, hogy bejöjjenek az emberek, és könnyen tudjanak elmenni és visszajönni az egyes parkolóhelyekről. A baloldal módosító indítványában szerepel egy új iskola és szociális buszjárat beindítása, valamint állandó népkonyhák kialakítása is Győrben. Azokban a közétkeztetésekben résztvevő győri iskolák, óvodák, bölcsödék, konyhái, ahol amúgy is készítenek melegételeket, ott a város adna egy plusz költségvetési támogatást, amelyből plusz adag ételeket készítenének, és ezek az adag ételek, ezek 2-300 forintos egységáron megvásárolhatók lennének, és azok az idősek, kisnyugdíjasok, dolgozói szegénységben élők, munkanélküliek egy 2-300 forintos egységáron megvásárolhatnak maguknak a mindennapi melegételt. A győri baloldal egy valamivel több mint 1 milliárd forint értékű módosító indítványt terjeszt a pénteki közgyűlés elé. Szerintük a városnak alultervezett a 2016-os költségvetése, így bőven van forrás ötleteik megvalósítására. A baloldal 4 fő pontján kívül többet költene bérlakásépítésre, a KKV-k támogatására, úszás és korcsolyaoktatásra, valamint éjszakai buszjáratokra.